Sziasztok! Sikerült összerogtom a gépet. Már a Windows telepítésnél tartunk. Pontosan 76%-nál. Minden esetre elég nehéz volt összerakni. Az alaplapot alig-alig tudtam bepászítani. Mivel volt egy csavar, amin az Isten is akart becsavarodni. De most már működik, az a lényeg. Hát nagyon szépen megy. Tettem még egy ventilátort hátra is. Elől van. Az oldalán is lesz. És úgy tűnik, hogy eddig minden oké is. És működik tökéletesen. Meglátjuk, hogy milyen lesz később is. Én nagyon eddig meg vagyok vele elégedve, mert nagyon szép, és nagyon gyorsnak tűnik. A BIOS egyszerűen mesés, egérre tudok benne állítani mindent, tuningolni egyenesen BIOS-ból, nem kell szarakodni más programokkal, ventilátorok hőfokát, az égvilágon minden látszik benne. Úgyhogy USB-ről telepítem a Windows-t, van direkt USB portja, ami direkt erre a célra van, BIOS frissítés, és ott látszik, hogy ilyen zöldebb kicsit. Majd még jelentkezek videókkal. Sziasztok!